videómban, mint ahogyan az a címből kiderült, ennek a videónak a főszereplője egy zabla lesz, méghozzá ő pedig az Akavalló Szenzitív. Tehát lehetőségem nyílt ennek a zablának a kipróbálására. Őszintén megmondom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, ugyanis rengeteg mindent olvastam és hallottam róla, jót és rosszat egyaránt. Amit tudni kell, az én lovaimnak inkább érzékeny szájuk van, tehát nagyon puhaszájú lovak. Ő lenne itt a zablánk, így néz ki, ő itt az Akavalló Szenzitív. Ő egy műanyag, egyenes szájrészű zabla, amiről az interneten, a lovasboltok oldalán azt lehet olvasni, hogy kifejezetten ajánlott érzékeny szájú lovakhoz, fiatal lovakhoz, és javítja a lovagolhatóságot ezeknél a lovaknál. Ami előnye, hogy a zablatest műanyag, tehát télen sem fog úgy átfagyni, mint egy fém zabla, és nem lesz hideg a ló szájának. Illetve pont ezért ajánlott olyan lovak számára is, akik nem viselik jól a fémet. Azt írják róla, hogy ez az egyenes, enyhén ívelt és lapított szájrész lehetővé teszi, hogy a nyomás egyenletesen oszoljon el a ló száj szegletén, valamint a nyálén. Amit még tudni kell, hogy én a lovaimat egyébként sem fém zablával lovagolom már az elmúlt időben. Ő itt az egyik zablánk. Ő egyébként pont a fiatal lovami, aki itt áll mögöttem. Igazából mindegyik lovam használta már ezt a zablát. Ez az első nem fém zablánk, és igazából annyira bevált, és annyira szeretik ezt a lovak, hogy azóta már fémzablát nem is igazán használunk. Az előbbi gumibevonatú zabla hatására vettem meg utána ezt a műanyag zablát. Igazából ez egy almás zablaként van feltüntetve. Most jelen pillanatban ezt az öreg lovam használja legfőképpen, illetve a póniszájába is ezt szoktam rakni, hogyha zablát használunk. Egyébként így kinézetre nekem abszolút szimpatikus ez a zabla, és főként azért, mert ugye mi is műanyag vagy gumibevonatú zablákat használunk, tehát nem fémet. Viszont az egyetlen dolog, ami egy kicsit elrendtent, az a zablának a vastagsága, tehát ez azért viszonylag egy elég vékonyka zabla, tehát mint láthattátok, mi sokkal vastagabbat használunk. De igazából ezen viszont nincsen törés, tehát egyenes az abla, és ez lehet, hogy úgymond egy kicsit ellensúlyozza ezt, de ez majd úgyis ki fog derülni. Zablánál ugye kétféle csatolási módra is lehetőségünk van. A kantárhoz mindig a legfelső hézakban csatlakoztatjuk, emellett a kantárszárat még két hézakban van lehetőségünk csatolni. Ha a felsőbe csatoljuk, akkor tudjuk elérni a puhább, gyengébb hatást, ha pedig az alsóba csatoljuk, akkor egy picit erősebb hatást tudunk gyakorolni a ló szájára. Én a felsőbe fogom csatolni, és így fogom kipróbálni a lovaimon. És akkor megkezdtük a munkát a lovammal. Először bemelegítettem lépésben mindkét kézen. Itt még nem igazán mertem belenyúlni az ablába, csak finoman próbálgattam. Amit elmondanék az elején, hogy ő egy nagyon érzékeny ló, hajlamos a tátogásra, egyrészt a puha szája miatt, másrészt könnyen túlpörgeti magát, ami szintén ideges tátogással jár nála. Nehéz elérni a támaszkodást nála, és hogy valóban megmerje fogni a kezemet. Amellett itt hátráltató tényező volt még a tala is, mert nagyon csúszott, majd láthatjátok, hogy alig akart előrefelé dolgozni a ló emiatt. Ami már a legelején meglepett, hogy sokkal határozottabban hozzá tudtam nyúlni a lóhoz,
ugyanis nagyon pozitívan reagált, és éreztem, hogy ezzel az ablával megmeri fogni a kezemet, úgyhogy nagyon tetszett. Itt láthatjátok az első ügetést, lovaglásilag most tekintsetek el néhány dologtól, mert tényleg elég szenvedős volt mindkettőnk számára a munka ezen a talajon. Egyrészt ezért is a sok vágás, illetve látszik, hogy nem állvánnyal van videózva, amit egyébként szeretnék beszerezni a későbbiek folyamán, de így viszont sokat kellett vágnom, hogy élvezhetőbb legyen a videó. Annyihoz azért elég volt ez a nehézkes lovaglás, hogy érezzem, hogyan is hat ez az abla a ló szájában. Nekem nagyon tetszett, jó szájtevékenységet mutatott a ló, finoman lerágcsált rá, szépen kiabzott a szája, puha kontaktot lehetett tartani vele. Láthatjátok, hogy a lépés nem az erőssége az öregnek. Ez pedig nem volt a legjobb vágtabeugrás, de körülményekhez képest megelégedtem vele, hisz lovagolva is keveset van mostanság a ló. Igen, itt bevágtam nektek egy csúszást, hogy lássátok. Ilyen gyakran előfordult a lovaglás alatt, sajnos. A végén persze jól megdicsérgettem, a sok kihagyás és az egészségügyi nehézségek ellenére nagyon jól dolgozott, ő nagyon igyekezett. Itt pedig a lekantározás, ahol megnézhetitek, milyen lett az abla a lovaglás hatására. Egy kis összegabajodás. Sajnos a fókusz elszállt, de a lényeg látható, hogy milyen rugalmassá, hajlékonnyá vált az abla a ló nyálának hatására. Két nappal később járunk a solymos videókhoz képest. Az időjárás egy kicsit kitavaszodott, elolvadt a hó, viszont orkán erejű szél van. Itt van Indigo, ő fog következni az ablatesztben. Ugyanis úgy voltam vele, hogy ha az öregen tetszeni fog, mégpedig nagyon is tetszett, akkor rajta is kipróbálom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok már, hogy hogyan is fog reagálni rá egy fiatal ló. Képest, ezért kidörzsöli a lónak a pofáját itt, ahogy hozzáér és irritálja. Úgy látom, hogy itt egyáltalán nem ér hozzá, sőt még kényelmesen befér ide az ujjam. Először igazából megijedtem, hogy nagy lesz ez a zabla a lovaimnak, ugyanis ez egy 13 feles zabla. Ők 12 feleset hordanak, tehát ez egy mérettel nagyobb, és úgy látszik, hogy pont ez jó a szájukra. És
akkor először a kicsivel is lépésben bemelegítettünk, ugyanúgy próbáltam finom mozdulatokkal ismerkedtetni a lovat az ablával. Igen, láthatjátok, ahogy Indi sétál a maga kis papa tempójában. Néha aprókat belemozdítottam a szárba, hogy érezze a ló az új zablát, hisz neki ugye még azért elég kevés fajta zabla volt a szájában. És akkor itt belejövünk a fénybe, ahol indokolatlan módon előszeretettel indítottam el a lovat ügetésbe állandóan. Na mindegy. A talaj itt is szuperül rossz volt, ugyanis ahogy az összes hó elolvadt, elég csúszósá vált a felülete. Először nem éreztem nagy különbséget e között és az eddig használatos zabla között, bár kiemelném, hogy utoljára az utolsó videóban ültem rajta, úgyhogy nem túl lovagolt mostanság a paripa. Ennek ellenére nagyon jól viselte az újdonságot és az óriási szelet, pedig sokszor ijedezős tud lenni a szélben. De most egyetlen egyszer sem ijedt meg, úgyhogy nagyon örültem és büszke voltam rá. További észrevételek az ablával kapcsolatban, a lovaglás előre haladtával, hogy ő kevésbé merte benne megfogni a kezemet, néha megpróbált kitérni a hatása alól, azáltal, hogy bentebb teszi a fejét, azaz szár mögé igyekezett menni. Tehát úgy érzem, hogy ez az abla neki egy picit sok, egyelőre legalábbis, aztán ha egy kicsit lovagoltabb lesz, még az is lehet, hogy nála is beválik. Viszont egyelőre még maradunk az eredeti zablájánál, én úgy gondolom. Összességében a másik lónál jobban tetszett, tehát egy olyan lónak, ami érzékeny a fémre, illetve a tört zablák hatására, megfelelő választás lehet. Ennél a lónál sem volt olyan rossz egyébként, mert jó volt a szájtevékenység, nagyon szépen kiabzott rá a szája, de mint láthatjátok, intenzívebben tátogott rá. Kicsit ő érzékenyebben reagált erre az ablára. Végén szokásos dicséret, egy kis nyakvakargatás, amit imád, amiért ennyire ügyes volt és ilyen jól bírta az időjárás viszontagságait, és mert csak imádom. Nos, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek és hogy hasznosnak találtátok. Tartsatok legközelebb is velünk, sziasztok!